Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karával együttműködve a vízügyi szakmát népszerűsítő kampányt indított el. A Rócsó elsődleges célja az, hogy a mára hiány szakmának mondható vízügyes szakterület iránt felkeltsék a középiskolás tanulók érdeklődését, segítve ezáltal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának beiskolázását is. Ma délelőtt a évízben jártak a főigazgatóság munkatársai Solymodi Balázs az OVS főigazgatója, vendégem, jó estét kívánok! Évzre. No hát ma már nem ritka az, hogy bizonyos szakmákban, ahol szinte országos szinten tapasztalható, hogy egyre kevesebb a szakember, népszerűsítő vagy a pályát népszerűsítő kampány indul el. Miért fontos ez önöknek is, hogy bekapcsolódjanak tulajdonképpen ennek az egyetemnek, ennek a felsőoktatási intézménynek a beiskolázásába? Igen, itt nagyon sok mindenről van szó, hiszen nem csak a, az egyetemi szintről és az egyetemi képzésről van szó, hanem, hanem a képzési rendszernek az alap, a közép- és a felsőfokú részeiről is, illetve nyilván a vízügyi ágazat utánpótlásáról. Három éve kezdtünk el tudatosan foglalkozni az utánpótlás kérdésével, hiszen nagy mértékű kiöregedés és elvándorlás volt tapasztalható a, a vízügyben, és ezért az elmúlt három évben tudatos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elkezdjük visszafordítani, hiszen ez nem megy egyik napról a másikra. Ennek megfelelően, és ebben így az elmúlt három évben nagyon komoly lépések történtek, hiszen a korábbi bajai főiskola, a vízügyi főiskola stabilizálódott, közszolgálati egyetemhez került, és itt egy önálló karként funkcionál tovább, de emellett létrehoztuk a saját tervezőbázisunkat, és létrehoztuk a saját felnőtt képző intézetünket. És ezekkel a lépésekkel, ezeket kiegészítve, keressük meg azokat a végzős, jellemzően végzős fiatalokat, akik a jövő vízügyesei lehetnek, és így az elmúlt egy hónapban az ország legkeletibb, csücskétől a legnyugatibbig tíz helyen jártunk, tíz olyan gimnáziumot, szakgimnáziumot kerestünk meg, ahol a vízügyi képzésnek hagyományai vannak, akik a régi nagymúltú szakgimnáziumok, ahol egyébként a mi kollégáink is végeztek, így a Nyíregyház igazgató úr is itt az évízben. És próbálunk egy nagyjából 45-60 percben olyan előadásokat tartani, amiben megmutatjuk a a vízügyet a fiataloknak, a tanulóknak, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, hogy lássák azt, hogy mi minden a vízügy, és hogy dolgozunk mi. Különböző korosztályból és különböző szakterületekről tartunk kis, rövid, impulzusszerű előadásokat. Pont azért, hogy felkeltsük az érdeklődést, hogy kérdezzenek, hogy eljöjjenek a nyílt napjainkra, hogy kövessenek minket Facebookon és bármilyen euh, médián. Médiafelületen, és bízunk abban, hogy ez segít, és februárban a minél többen fogják a jelentkezési lapokat ennek megfelelően kitölteni, és nyilván elsődlegesen a Közszolgálati Egyetemre a a víztudományi karra jelentkezni. Főigazgató úr említette a Bajai Főiskolát, tudva lévő, hogy ott elindult a duális képzés, ami ugye egyfajta vonzerőt is jelent a felsőoktatásban, hiszen ösztöndíjjal rendelkeznek a duális képzésben résztvevő hallgatók, illetve biztos álláshelyen is nagyon sok esetben. De hogyha egy picit még mindig a fiatalok fejével gondolkodunk, a diákok fejével gondolkodunk, akkor úgy választanak pályát, hogy olyan területen szeretnének menni dolgozni, ahol a szakma megbecsült, ahol van preszt értéke a szakmának, és jól lehet keresni, és ez nem egy utolsó szempont, a bérek. Na most ebben a kérdésben viszont tudjuk, hogy szeptemberben volt egy bér fejlesztés, felzárkóztatás, és januárban is lesz. Merre tartanak a vízügyi szakmán belül a bérek? Ugye ebbe az elmúlt három éves folyamatba és egyébként a vízügy múltjában is meghatározó időpont volt az ez év 2017. szeptembere, hiszen ekkor egy kormánydöntésnek köszönhetően ö, lehetőséget kaptunk arra, hogy a vízügyi életpályát kialakítsuk, amihez a megfelelő forrásokat is megkaptuk, hiszen egy nagyjából 30%-os bértömeg növeléshez jut az ágazat, csak nem 30%-kal több forrásán rendelkezésre, hogy ezt az életpályát ö, kidolgozzuk annak érdekében, hogy a legfiatalabbaktól, és itt nem is feltétlenül, ahogy ön is mondta, nem is feltétlenül már a a, a ágazatba kerüléstől számítandóan, hanem már a főiskolá, főiskolai életbe bekapcsolódva ösztöndíjakkal, duális képzéssel is segítsük ugye a kollégákat, és ez az életpálya innen kezdődően kialakuljon, és egy életkoronát egy életen áttartson, hiszen a vízügy egy, egy stabil bázis, ez szakmailag, és, és és, és műszaki szempontból mindenképpen igaz. Ehhez teremtettük meg a megfelelő bérezési körülményeket szeptemberrel, és így 18. január 1-ével csak nem 30%-os béremelés valósult meg az ágazatban, illetve hát valósul meg, hiszen ez két lépésben történik. Ugye a vízügyes szakmán belül is, hogyha konkretizálnánk a területeket, hogy milyen területen van már most szakember hiány, illetve tudva lévő az is, hogy az az informatikai és digitális fejlődés, ami most minden szakterületet érint, az a vízügyet is érintette, így módon több informatikus szakemberre van például szüksége ennek az ágazatnak is. De hát főigazgató úr látja, hogy még milyen területeken. Ugye a vízügy nagyon egyedül és azt gondolom, hogy az országban az egyetlen olyan munkáltató, ahol minden szakterületi, szakterületről érkező szakemberre szükség van. Az alapbázisunk az az építőmérnök és a vízépítőmérnök. De pont azért, mert a, a döntéseinket már az informatika lehetőségeivel és a térinformatika támogatásával hozzuk, ezért a vízügyben a legmodernebb technikákkal és technológiákkal foglalkozunk. Mondok egy, egy példát gyakor egy töltésszakadás esetén mondjuk egy laptop segítségével kint a helyszínen meg tudjuk azt mondani, hogy az a víz merre fog folyni, mit kockáztat, mikor ér el egy olyan helyre, ahol vagyoni vagy emberi érték van, és hol tudjuk ezt megakadályozni. Ilyenkor ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk, az ágazatban meglévő drónokat felengedjük az égbe, akár geodéziai felvételeket, akár úgynevezett lidar felvételeket, vagy akár élőképet is tudunk közvetíteni. Így nyilvánvaló, ahogy ön is mondta, az informatika nálunk is nagyon fontos, de pont ezen komplexitás miatt minden szakterületű, jellemzően műszaki tudományokban jártas szakemberre szükségünk van, így a vegyészekre és a vízminőségi kérdésekben, geográfusokra, környezetmérnökökre, de természetesen az elsődleges bázisunk az építőmérnök, hiszen ez a szíve a vízügynek, ami a többi részterületet is dobogtatja. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogyha valaki bekerül a rendszerbe, egy bizonyos szakterületen dolgozik, akkor milyen továbbiutási vagy előrelépési, szakmai előrelépési lehetőségei vannak. Ugye ma már a fiatalok ezt is számításba veszik, vagy ez is kritérium, ez is szempont. Nem beszélve arról, hogy milyen infrastruktúrális háttérrel rendelkezik az a hely, ahol ők dolgoznak, tehát milyen ágazati fejlesztések történtek, történnek a jövőben. A vízügyi ágazat abban is egyedülálló, hogy egy országos szervről van szó, akinek van. 12 területi központja van, egy fő központja Budapesten, így gyakorlatilag az ország bármely területén el lehet helyezkedni. A vízügyben, és itt szabad mozgás van. Tehát ahogy a, egy emberi sors alakul, ahogy egy, egy élet alakul, úgy a vízügyön belül lehet az ország bármely szegmensébe mozogni, és ugyanúgy vízügyes marad az ember, és ugyanúgy megmarad a bér, és ugyanúgy megmarad az életpályája. Ez szakterületek között is igaz. Az árvíz, a belvíz, a vízkészlet, a vízrajz, az informatika között szabad átjárások vannak. Mindenki a saját fejlődése és érdeklődése szerint megtalálja. A jövőképet a, a, a vízügyben. A fejlesztések, amire utalt, rendkívül fontos. Ugye csak most a 2014-20-as időszakban 300 milliárd forint áll a vízügy rendelkezésére fejlesztésekre. És nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy a vízügy az egyetlen olyan ágazat, ahol a stratégiaalkotás, a beruházás, a vagyonkezelés, üzemeltetés és a jogalkotás is egy helyen szerepel. Egy szervben koncentrálódik minden döntés. Így bárki érdeklődése, képesség és ideje alapján tud foglalkozni egy pillanatnyi beruházással, ki tud menni a terepre, kivitelezésben részt venni részt tud venni egy hosszú folyamatban, egy, egy beruházás életciklusában, részt tud venni, mondjuk egy 5 éves távban tud gondolkozni. És ha ennél többre vágyik, akkor 10 és 30 éves távlatokat is tudunk biztosítani, hiszen olyan ágazati stratégiák készülnek évről évre, amik pont akár az informatika és a technológiák fejlődésére építve meghatározzák hazánk vízgazdálkodását. Ilyen volt egyébként a Kvassai-Jenő terv, amit szintén idén hagyott jóvá Magyarország kormánya, és Magyarország életében megszületett az első nemzeti vízstratégia. Így most egy 30 éves, 30 éves távlatban egyértelmű feladataink vannak, hogy hova tovább, és milyen irányba kell fejlődni a vízügynek annak érdekében, hogy ezzel adott régiók, térségek és nyilván az egész ország gazdasága is fejlődjön. Ez a 300 milliárd forint, ami uniós támogatásból áll rendelkezésre, mondhatom, hogy a felhasználása most a csúcson van, hiszen az idei év végével csak nem minden projektünk, nagyjából 52 projekt megvalósítási fázisba lép, így a munkagépek minden folyó és tó mentén meg fognak jelenni az elkövetkezendő időszakban, és ahogy azt hiszem, az már egy jó ideje van a felső Tisza vidéke, ebből a szempontból is kiemelt helyzetben van, hiszen az árvízi kitettség rendkívül fontos és egyedülálló az országban, és hogy az elmúlt években láttuk a víz hiánya is szélsőségesen jelentkezik ebben a térségben, így mind a többlet, mind pedig a hiány pótlására is komoly hangsúlyt fejlesztünk, csak a térségben most már három beruházásunknál konkrét kivitelezés folyik. Jövőre van olyan beruházás a térségben, ami be is fejeződik, és dolgozunk azon, hogy a térségi tározók is megvalósuljanak, hiszen a tiszatúrtározó engedélyes terveit idén elkészítettük be, és nyújtottuk hatósági engedélyeztetésre, így jövőre ez a beruházás is elkezdődheti. Természetesen ezekről a projektekről, ami a felső tisztát érinti, mi folyamatosan beszámolunk. Köszönjük szépen főigazgatóra, hogy itt szépen. volt nálunk.